Sziasztok, Jelani vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a Realm of Magic-et fogom folytatni, és ebben a részben most már örökbe fogadunk egy cicát, hogy ő legyen a familiárisunk, és ahhoz kéne venni egy számítógépet szerintem. Nyilván nem csak számítógépről lehet örökbe fogadni macskát, nem is azért, hanem azért is, mert akkor meg tudnánk nézni Jane-nek, hogy mit tud csinálni most a számítógépen, mit tud keresgélni. Bár lehet, hogy már annyira nem is fontos, mert már annyira előre jár a varázslat szintjén, hogy nem is olyan fontos. De azért már próbáljuk. Na, hát akkor kezdjük a cica örökbefogadásával. És azt nem felejtettem el, hogy vissza kéne mennünk ugye a növénykér, amit Marcus hát sikeresen megsemmisített, úgyhogy azért majd vissza kéne menni. Illetve hát a seprővel kapcsolatban még nem tudom, hogy mit válaszoltatok, ugyanis ezt most szerdán veszem fel, és szerdán kerül ki ugye az új rész is, úgyhogy azt még nem tudom, hogy arra mit válaszoltatok, de amint megtudom, akkor szerdán már benne lesz. Már hogyha értitek, hogy mire gondolok, hogy most ilyen szombat van, és akkor majd szerdán lesz benne az, amit kértetek előző szerdán. Vagyis most szerdán. Oké. Okay. Na, adoptáljunk egy cicát. Jó, hogy épp eszel. Jó, majd utána. És akkor meg kéne nézni, hogy most már milyen... ott csak spellek vannak. Most elvileg már kiváltottam neki, nem? Na, várjunk. Most se találom igazából. Jó, először ellenőrzöm, hogy tényleg kiváltottam-e neki végül, vagy nem. Igen. Hát igazából most sem találom. Lehet, hogy rossz helyen keresem. Nem tudom, hogy pontosan, hogy hol kéne keresni. De nem találom. Most neki át írást gyakorolni. Mert? Menj el aludni, mert fáradt vagy. Remélem, hogy... Ó. Hát te mit keresel itt? Várjunk, várjunk, várjunk. Ők ugye ismerik egymást. Marcus, kapd el gyorsan. Szeretnék kérni tőle egy varázslatot. És Jane-nek hamarosan itt van a szülinapja. Hát ezt semmiképpen nem szeretném, úgyhogy majd vissza fogjuk fordítani a potionnal, hogyha lehetséges. Vagy ha nem a potionnal, akkor valahogy máshogy. Miért nem tudunk kérni tőle több varázslatot? Tréninget tudunk kérni. Elvileg kell, hogy legyen mind... Várjunk csak. Elvileg kell, hogy legyen mind a kettőjüknél olyan, ami visszaforgatja az időt. Elvileg ez a potion ugye arra jó, hogy nem öregednek, úgyhogy ezt kéne kipróbálni. Talán mind a kettőnél van egy-egy. Hát... elmentem a játékot, mielőtt valami meggondolatlanság történne ezzel kapcsolatban, és valamit teljesen elrontanék szegény Jane-nél. És hát akkor így a meg. Remélhetőleg tényleg úgy lesz, hogy nem öregszik. Mert én egyelőre nem, meg talán egyáltalán nem szeretném, hogy öregedjenek. Persze ki is kapcsolatom az öregedést, az is egy megoldás. De szeretnék nekik majd esetleg gyereket, úgyhogy amiatt nem. Na, most mi történt? Haha! Yes! Sikerült, sikerült, visszafiatalodott. Oké. Okay. Helyes. Hát most kérdéses, hogy egyáltalán fog-e öregedni ezek után, vagy most már így marad. Viszont megy a tréning. Marcus mitől lett büdös? De nem is értem, hogy miért nem tud most új varázslatot megtanulni? Még egy van, amit megtudna. Csak nem tudtuk tőle elkérni. Úgy látszik, hogy az utolsót azt nem adja oda ingyen. Na jó, köszönjük szépen az oktatást. Elküldöm Marcust lezuhanyoztatni, aztán megaludni. Ja, hogy még mindig tanítja. Ok. Akkor azt megvárjuk, amíg befejezik. Most fejezték be a tréninget. Behívta a lakásba, vagy mi? Most akkor nem jön az a macsek, amit adoptáltunk. Ezek szerint nem. Akkor majd ezt újra meg kell próbálni, vagy nem tudom, hogy mi történt. Majd ha fölkelnek, akkor megpróbáljuk újra. És akkor megpróbálhatnánk a másik növényért visszamenni. Hát remélhetőleg még az lesz ott, mert eltüntettem az utolsó rész végén véletlenül. Most elég pénzünk van. Tényleg ezt még el kéne olvasnia gyorsan. Mielőtt elmegy aludni, gyorsan olvassa el, hát ha
el tudja olvasni nagyon gyorsan, mert... Kösz, hogy elmentél. Így olvassa el. Na hát... Most ezt gyorsan elolvasni, még azt is el tudnám adni. Így olvassa! Hát ez mennyire menő már! Ezt eddig nem néztük meg, hogy hogy olvas. Most már csak valami szellemet kéne valahonnan kergetnünk. Akivel ki tudjuk próbálni azt, hogy visszahozzuk. Meg kéne néznem, hogy tud-e majd valami bájitalt készíteni. Itt van a por annak, amit... Ah! Ó, igen, ezt a mágia, ezt már Jane ezt ismerte. Virágokra lehet rárakni ezt a spellt. Jane most ébredt fel, és hát éhes. Egy kicsit. Ezt kéne kidobni. Nézzük, a növényekkel nincs-e valami teendő. Mit tud csinálni? Felgyújtani? Ne! A növényel mit tud csinálni? Le tudja másolni. Ó, most egyelőre nem kell vele semmit se kezdeni. Hagyd a kaját még egy kicsit, és inkább gyakorolj. Jó, mert az a helyzet, hogy soha nem leszünk így a legjobbak. Hagyd már azt a kaját, mondom. Aztán a cicát kéne majd hívni, csak most szerintem még nagyon korán van. Praktikusból van még valami, amit meg tud tanulni nála, ahogy van most. Ebből mindent megtanult. Praktikusból szerintem biztosan meg tud még legalább kettőt, meg a mischiefből nagyon sokat tud még. Nem tanult meg még semmilyen új varázslatot, de rögtön kivette a kaját a hűtőből inkább. Hihetetlenek ezek a szímek. Hagyd már azt a kaját! Ebből kéne megtanuljál valamit. Közben Markus is felébredt, és azon gondolkoztam, hogy el kéne mennünk valami olyan helyre, ahonnan jó sok mindent tudunk elszedni majd. Ugye kéne, hogy raboljanak. Hát jelenleg csak ezt az egyet tudja elkészíteni. Mondjuk ehhez nem kéne más, csak krumpli. Megnézzük, hogy azt tudunk-e venni valahol. Ott van a krumpli, abból tudunk venni. Na, akkor most nézzük meg újra, akkor tudunk csinálni ilyet. Nagyszerű. Csinálj olyat. Szerintem kettő van, amit eddig megcsinált. Az egyik ugye az a szerencse volt, a másik pedig a szükségletes, és most csinálja meg ezt a harmadikat. És még kettő kell ezen kívül, úgyhogy még kettőt kéne összeszedni az összetevőket. Neki meg még mindig, na, most már neki eltenni, most már nem bírta tovább. Neki pedig még mindig kéne, hogy győzzön párbajokon. De hát nem tudom, hogy mi okozza. Kész is vagy, Markus? Nagyon éhes. Jól van, akkor egyél. Készen van. Akkor ezeket ki lehetne merni. És ezt ki lehetne onnan merni. És akkor nézzük meg, hogy mihez tudnánk összeszedni. Ugye ez megvan, ezt már nem. Az a baj, hogy ezeket nem tudom, hogy honnan lehet összeszedni. Ilyet viszont tudnánk csinálni ehhez... Ilyen Valerian root kell, amit lehet összeszedni az iskolánál, az biztos, és citrom, ami viszont itt van a kertünkben, úgyhogy legyen az, hogy ezt próbáljuk meg elkészíteni, és megnézem, hogy van olyan még, amihez tudom, hogy hol lehet. Hát ezt mondjuk nem tudom, hogy hol lehet összeszedni. Ja, ilyet most csináltunk, akkor az nem jó. Hát, hogyha ilyet találnánk a boltba, talán, akkor az jó lehet. Jó, akkor viszont legyen az, hogy most egyelőre megpróbáljuk összeszedni az összetevőket ehhez, a potionhoz. Ugye ez volt az, ami visszafiatalította Jane-t. És kell hozzá, akkor citrom, ugye meg ez a... De lehet, hogy itt kint a kertünkben nekünk van olyan, most itt eszembe. Van hát, csak még nincsen rajta termés. Ez mi? Hogy került oda a földre egy cseresznye? És eltűnt. Hát ezt nem hiszem el. Eltűnt. Épp fel akartam venni onnan. Sajnos nem elég magas szintű ahhoz, hogy tudja őket fejleszteni. De itt van kéne citrom. Jobból tudunk szedni.
és ezek meg sajnos még nincsenek kész, pedig hát nőnek, csak még nem lehet róluk leszedni a termést. De amint le lehet szedni, akkor meg tudja csinálni ezt a potiont. Jane-nek kéne tovább gyakorolni, nem pedig könyvekkel szórakozni. Itthon nem tudunk keresgélni olyan... Nem, ahhoz be kell mennünk, úgy látszik, az iskolába, hogy tudjunk keresgetni ilyen spell könyveket. Gyere, szedd le a citromot, mert kell lenni fog. Ezeket is nézzük meg, mert hát, ha olyan kristály van benne, ami nekünk kell. Aztán, ha azzal készen van, akkor hazajöhetne és a mischiefet egy kicsit gyakorolhatná. Markus nem tud több mischiefet megtanulni. Akkor viszont... praktikusat gyakorolja. És akkor Jane-nel megint megpróbáljuk örökbe fogadni a cicát. Nem tudom, hogy miért nem jött végül a cica. Tanult valami újat, Markus. Mi az? Ezt még nem is láttuk. Ezzel könnyebben vissza tudunk menni. Oké. Na, hát akkor itt vannak a cicák, akiket örökbe tudunk fogadni. Szerintem ez mindegyik nagy cica. Hát lehet, hogy nem őket fogjuk örökbe fogadni, hanem akkor inkább készítek egyet, mert én egy fekete cicát szeretnék. Valahogy úgy érzem, hogy hozzájuk az passzolna. Úgyhogy akkor inkább készítek egyet. Tehát adjunk hozzá a háztartáshoz egy fekete cicát, keresünk. Szerintem legyen ő. És legyen valami mintája, még talán itt a homlokán. Így, kapott egy holdat oda, és az lesz a neve, hogy Luna. Valami tulajdonságokat választunk ki neki, mondjuk legyen okos, és legyen ilyen felfedező, mert akkor ő fogja hozni a dolgokat otthonra. Igen, és kaphat még egy kár, ha bár legyen kis cica, eleve legyen kicsi, nem? Igen, kicsiből induljunk, és akkor hát ruhát most nem fog tudni ráadni, de még a szemszínén gondolkoztam, hogy azt esetleg megváltoztatnám. Talán különbözőre. Kék és zöld. És akkor így fog kinézni Luna, az új családtagunk, a kis cica. Lunának viszont kellene egy-két dolgot vásárolni. Ajaj! Most azért, mert hozzáadtam egy macskát, ezért több pénzünk lett? Ez hogy működik így? Ez nekem nem tetszik. Na most azért, mert hozzáadtam a macskát, lesz 24.000 szimoleonunk, ami nekem nem tetszik, úgyhogy gyorsan visszaállítom a pénzt az eredetire. 1694 szimoleonunk volt, úgyhogy erre kéne visszaállítani. Oké, visszaállítottam a pénzt, most már annyink van, mint eredetileg. Ezért nem szeretek hozzáadni senkit a háztartáshoz, mert nem értem, hogy akkor miért kell megváltoztatni a pénzt. Én szeretném összeszedni csalás nélkül a pénzt, és ez nekem csalásnak tűnne, hogyha így szednénk össze. Úgyhogy veszek néhány cicának való dolgot. Egy ilyen játékot kapnak, és kap egy ilyen tálacskát, illetve egy macskaboxot. Azt nem tudom, hogy a familiárisokat valahogy el lehet-e távolítani. Mindjárt Jane-nél megpróbálunk egyet, például őt. Akkor mi történik? Akkor visszakerül ide? Értem. Jó. Mert akkor viszont azt szeretném, hogy kiveszem mind a hármat, és át fogom adni a főnixet Markusnak. És akkor az övé lesz mostantól a főnix, és a macska pedig akkor Jane-é lesz. És akkor innentől kezdve mind a kettőknél csak egy-egy familiárisa lesz. Mert lehet, hogy az probléma volt, hogy több is van. És akkor nála marad mostantól a főnix, és Jane-é meg majd a macska lesz. És arra gondoltam, hogy veszek ilyen polcokat, és akkor kipakolásszuk a... Ja, ez a pálcatartó, nem ezt. Mondjuk ilyen polcokat veszek. És akkor megpróbálom erre rárakni őket. Mármint, hogy a többit, ami nem kell. És akkor legalább látjuk, hogy milyenek vannak. És hogy esetleg van valami még, ami hiányzik. És akkor a beitalakat is oda feltehetnénk igazából. Akkor legalább azokat is látjuk. Mondjuk ezek egy darabok? Valószínűleg azok a bájtalak egy darabok. És azt írtátok, tudom, többször is, hogy vegyünk olyan asztalt, ahol el lehet a bájtalakat adni.
Hát majd lehet, hogy megpróbáljuk, csak szerintem itt nem jár annyi szím, hogy tudjon bárki is venni. Az a baj. Na, most keressük meg ezt a cicát. Ott van kint. Szerintem be kéne hozni, mert nem fog tudni magától bejönni, mert túl pici még hozzá. És akkor most őket összeboronáljuk. Mostantól ő lesz a familiárisa. És... be kéne hozni. Be kéne hozni, mert szerintem nem tud bejönni. Már barátok. Tedd le szépen. És adjál neki enni. Esetleg még játszhatna vele egy kicsit. Ezeket pedig meg kéne locsolászni. Nem tudom, hogy érzékeli, hogy itt is van egy, de igen, érzékeli, jó. Oké. Na, akkor viszont ez megvan. A cicánk is. És most már csak egy familiárisa van mindenkinek. Úgyhogy legyen az, hogy átmegyünk a másik városba. Valamit eltulajdonítunk megint, mert ugye kéne a pénz. Illetve azt is megtesszük, hogy megnézzük, hogy van-e olyan növényke, ami kell most Márkusznak. Ugye milyen még mindig nincs kész. Úgyhogy menjünk. Igazából Márkusz is megihatná ezt az innivalót, vagyis hát ezt a bájtalt. Remélhetőleg működik. Sikerült? Ez az. Szuper. Jó. Visszafiatalítottuk őt is, vagy megállítottuk az öregedését. Igazából nem tudom, hogy most csak valamit csináltunk. De lehet, hogy Jane-nel megpróbálhatnánk kihívni újra valakit. Csak nem ez az, de ez az. Jó, akkor neki most már meg lesz minden ahhoz, hogy megcsinálja azt a bájtalt, amíg Jane-nel majd... Ezeken miért nincs semmi? Megpróbálunk kihívni valakit párbajra, meg akkor ellopni valamit, úgyhogy ide hívom Jane-t is. Jane-nek mi baja van? Nem jóra van állítva otthon a termosztát, az a baja. Ez most micsoda? Ez most miért tűnt el? Ne. Nála nem tűnt el, csak Jane-nél. De miért? Hú, egy pillanatra eltűnt, már nagyon megijedte. De ez eltűnt. Pedig egyet már nyert. Nem hiszem el. Na jó, kéne valamit eltulajdonítani innen. Próbáljunk meg megint innen lentről. Jane, gyere ide. Mit tudunk innen lentről elvinni? Azonban nem túl sok mindent. Nem túl sok mindent. Nézzük meg hát, hogyha föntebb van valami értékes. Sajnos nincs. Nincs semmi értékes, amit ott el tudnánk lopni. Próbáljunk meg egy ilyet. Ez az. És senki nem vette észre. Egy festményt elvittünk. Nem is tudom, hogy kivel próbálkozzunk. Ki nem tűnik annyira veszélyesnek? Őt ismerjük? Úgy látszik, igen. És őt? Őt is ismerjük. És vele már harcoltunk? Hát nem emlékszem. De próbáljuk meg. Kicsoda ő? Emilia. Lehet, hogy vele már harc... Nem tudom. Nem tudom, hogy miért nullázódott le nála. Márkusz nerdeben nem nullázódott le nála, nem? Oké. Okay. Na? De úgy látszik azért az is számít, hogy hány varázslatot ismernek. Ajaj, az a baj, hogy ez kivédte. Na gyerünk. Hátha. Ez az, végre. És most hirtelen átváltott kettőre. Szuper. Familiárist kaptunk. És ilyenünk még nem is volt. Oké. Lehetne ő a következő, akivel megpróbáljuk. Mindig bájítal összetevőket próbálnék összeszedni. Akira. Hátha. Az a baj, ez még nem jelenti azt, hogy mi fogunk nyerni sajnos, hogy egybe talált. A következőt viszont kivédte. Ez a Jane ügyes vagy, kivédi. De most ő is kivédte. Ez a szép volt Jane, kivédte azt is. Jaj ne, megrázta Jane-t.
Hogy el? Az van, nagyon magas a töltöttségünk. Nem, így veszíteni fogunk. Lehet, hogy azért magas nagyon a töltöttség. Lehet, hogy így nem kéne próbálkoznom. Hát, mindegy, ez van. Gyorsan futi. Akkor most az lenne a legjobb, hogy most csak bájitalokat főzne, illetve itt keresgélne. Ezt önnála is megcsinálom, meg nála is, hogy keresgéljenek ilyen könyveket. Hát, ha talál olyat, amit még nem tud. Marcus talált egy könyvet, de én szerintem ő ezt már ismeri. Viszont talán Jane még nem ismeri ezt a bájta, vagyis ez nem egy bájta, hanem ez egy varázslat. De, már ő is ismeri. Akkor viszont el tudjuk adni 500 szimoleonért. És ezt most találta Jane. Nézzük meg, hogy ezt Marcus ismeri-e már. Nem. Szuper, akkor ő ezt most meg tudja tanulni. Jane pedig, mit csinálsz? Ledől egy picit pihenni. Egy kicsit álmosan jöttünk el otthonról. Marcus tanulja a varázslatot, utána pedig elkészíthetné a bájitalt. Amit most már el tud készíteni, és akkor legalább 4 bájitalnál tartanánk. És akkor már csak egyet kéne, de ahhoz össze kell szednünk valahogy összetevőket, úgyhogy nagyon kéne, hogy tanuljon ő is. Nagyszerű, ezt is megtanulta. Na, hogy vissza! És eltűnt, ne! Ő elvette. Add vissza a könyvet! Add vissza! Add vissza! Ne már. És figyelem, hogy befejezi-e. De ő nem is tud olyan menőn olvasni, mint mi. Várjuk, akkor vele kéne kiállni. Hopp! Most csak 60 szimoleon volt. Ki kéne állni vele? Marcus, gyere, mert szerintem erősebb vagy nála. Igen, és akkor összetevőkért. Lehet, hogy kéne néznem, hogy kik azok, akik gyengébbek, csak hát honnan tudjam, az a helyzet, hogy nem igazán látszik rajtuk. Jane, te hova mész? Jöjjön megnézni. Hajrá, Marcus! Jó lenne, hogyha most már valami bájítal összetevőt kapnál, tényleg. Nem már, erősebb nálunk. Milyen menő varázspálcája van? Oké. Nem, azt hiszem erősebb. Pedig ezt legyőzte, Jean. Na hát. Jó van. Úgy látszik, hogy több varázslatot kell ismernie, vagy nem tudom pontosan mi a probléma. Na gyerünk, ezt főzd meg. Ő is boszorkány? Vele megpróbálhatnánk. Ja nem, ő nem az. Ja de az. Összetövőkön. Nem tudom, hogy mennyire erős. Kora az nem mond semmit, mert attól még lehet nagyon erős. Hogy idős. Sőt, pont attól lehet nagyon erős. Gyerünk, Jane! Nem, erősebb nálunk. Nem hiszem el, hogy mindig olyanokat találok, aki erősebb. Sajnos nem jó. Akkor őt? Szerintem nem tudok senkit találni, aki gyengébb lenne. Próbáljuk meg őt. Megint pont azt. Jaj, ne, várjunk, ne. Jut eszembe, hogy nem szabad. Nem szabad. Ne. Jane, állj. Elfelejtettem, hogy a töltöttsége nagyon magasan volt. Remélem nem lesz baj. Jó, sem baj. Fuf. Elfelejtettem, hogy nagyon magasan van. Nem tudom ezt valahogy... Discharge. Ez az, na! Most már jó lesz. Marcus közben elkészült itt a bájitallal, és elment aludni egyet, mert elfáradt. Hát jól van. Akkor legyen az, hogy itt is lenne ennek a résznek a vége. És akkor legalább ő is haladt egy kicsit, mert egy potion, vagy kettőt elkészített most ebben a részben. Már csak egy kell neki is, mert csak egyet kéne megnyerni a párbajok közül. Hát úgy látszik, hogy teljesen ki kell őket fejleszteni ahhoz, hogy ez sikerüljön. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!
it's wrong. I can't make right.